Üdvözlök mindenkit, Nekrosim vagyok! Jöjjön egy kis Warframe kértétek, tehát legyen így. Egy ismerősöm írt volt Discordon, hogy beszél, mindig mondom, hogy a Warframe különlegesebb volt régen, jobb volt régen, mint most, és felhívta rá a figyelmet, hogyha már úgyis mindig ezt mondom, akkor beszéljem -e egy videóban, hogy melyek azok a különbségek, amelyeket el lehet mondani, amitől a Warframe régen jobb volt. Úgyhogy fogunk erről is beszélgetni. Továbbá fogunk arról beszélgetni, hogy állítólag, és azért mondom, hogy így állítólag nem jártam külön magam utána, de egy videósnak a videójában hallottam, hogy állítólag Steve mérges a Warframe partnerekre, mert hogy nem úgy mutatják be a játékot, ahogy annak lennie Kellene, tehát, hogy, hogy az embereknek nem mutatják meg a, a játék teljességét, tulajdonképpen, és csak bizonyos aspektusaira fókuszálnak rá, és ez valamilyen szinten kifogok rá térni a mondandómal, azzal, hogy miben változott a Warframe, miben volt jobb régen, mint most, és összekötjük ezt az egészet. Úgyhogy hát egy ilyenféle kis podcastolás lesz, lehet kicsit hosszabb videó lesz, majd ti eldöntitek. Uh, addig is vedd elő azt a kukoricát, pattogtasd ki, és hallgass végig, amit ezt mondani szeretnék. Szóval állítólag amúgy a Life of Rio videójában láttam ezt, szerettem nézni a srácot, mert nagyon jól tud trash uh, Szóval állítólag Steve valami olyasmit írt ki Twitterre, hogyha jól emlékszem azt mondta, hogy, hogy a partnerek, illetve a videósok nem, igaz, nem mutatják be a játék teljességét. Um, a Warframe-nek, és ezen kicsit így kiakadtam, vagyis hát nem akadtam ez az ritka dolog, hogy kiakadok bármin is, de így furcsáltam a fejemet, és hiszem, hogy hát kedves D. Steve, ha igaz a kijelentés, amit írtál, akkor ez nem a Warframe videósoknak a hibája, hanem a ti hibátok, hogy nem olyannak alkotjátok meg a játékot, hogy érdemes legyen, ugyebár bemutatni, ez lenne az alapkövetkeztetmény, következmény, és és mire gondol én él az alatt, hogy, hogy nem a teljes spektrumában mutatják be a játékot, ahogy ez kellene? És az például ugye a Simulacrumnak a megszületésével van, és igaz, a legtöbb videósz, és én sem vagyok efelől bűnösebb, vagy nem bűnösebb, minden dolgot leginkább a szimulakrumban mutat be, és én is nagyon sokszor mutatok be dolgokat a szimulakrumban, legfőképpen ugyebár livestreamben, hogyha ugye arról van szó, de mindig, mindig elmondom a livestreamekben, ugye a videóban, és elmondom, hogy a Simulacrum az csak egy ötletet, illetve elképzelést ad, amellé, hogy esetleg a fegyver hogyan funkcionálhat a rendes játékban. Mert a rendes játékban nem hagyatkozhatsz pusztán a fegyvered damage És azt hiszem, hogy 7 év alatt jött a warframe ezen, ezt nagyon sokszor láthattátok, hogy bevizíthattam nektek a csatornán. És és a maga a játék, amikor endgame-ben mész, nagyon-nagyon megváltozik, és az, amit szám, amit a szimulakrumban ír ki a fegyvered, az jelentősen eltérhet a játékban, mert olyan a környezet a játéknak, az enemiknek a sajátossága, hogy hogy jelentősen meglepődsz azokon a számváltozásokon, euh, amik, amik a valódi játékban vannak, és kiderül, hogy a játék nem is az, mint aminek látszik. És hát valamikor régen belerakták a szimulakrumot, ugye a játékba és ez hihetetlenül nekem, mint videós, hihetetlenül megkönnyítette a dolgot, dolgomat, és ezzel beszélgettünk is a sánszokkal, még régen a Discordon, hogy ők is felhozták azt, hogy mindenki a Simulacromba mutogatja, hogy mit tud, és, és igazuk is van, és, és egyrészt videós szempontjából elképesztően sok időt spórol meg nekem például a Simulacrom, ahhoz, hogy bemutassam, hogy egy fegyver potenciájában mennyit tud elérni, ahhoz 2, 3, 4, 5, 6 órákat kellene menni egy darab gameplayért. Értek, amit mondnak, egy darab gameplay, és régen, nagyon régen, mikor nem volt szimulakrom, akkor ezt csináltam, tehát minimum, minimum, minimum egy órát szántam rá az életemből arra, hogy elkészüljön egy 10 perces videó, hogy bemutathassak esetlegesen egy karaktert, vagy egy fegyvert, és hogyha netán abban a karakterben, a modolásban vagy sikerült összehozni, több potencia volt, akkor még tovább mentem, mert hogy akkor legyen két óra, három óra nézzük meg, hogy hol tud megállni az a karakter legtöbbször szólóban, és legtöbbször csapatban is, és régen mindig kivétel nélkül mindig egy óra fölé mentünk, mert úgy érte meg a Warframe-ben, hogy egy óra fölé mész minimum, ami kidobja a kívánt cuccot most már erre nincsen szükség. Ugye bár és, és ez, ez lesz az egyik különlegesség, amitől a Warframe régen jobb volt, mint most, hogy kivétel nélkül. 20-40 v fölé kellett menni egy és uh, egy óra fölé kellett menni egy survivorben, hogy igazán megérje, hogy bent legyél. Ugye, hogyha kicsit gyengébre sikerült a modalásra, akkor egy óránál kijöttél, elég volt, de egy kicsit jobbra sikerült a modalásra, akkor addig mentél. Ezt úgy, úgy, úgy neveztük régen, hogy még 5 perccel tovább, gyerünk még öt perccel tovább, és akkor, amikor már mindenki elkezdett esni a csapatból, már mindenki elkezdett esni a csapatból, akkor jöttünk ki, tehát amikor már a legutolsó sem tudott életben maradni, akkor kezdtünk el már kijönni. De ez mindeg, mindig esetben szinte egy óra fölé volt helyezve az endgame-re, ritkában, amikor kinek hogy volt ide, mentünk el négy-öt óráig. És ez az egyik legfőbb különbség, amit felhozhatok a régi és az új Warframe javára. Most már nincs szükség egy óráig, egy óráig menni, mint régen, és régen ez adta ki az endgame-et, hogy 5 percet tovább, 5 percet tovább, hogy minél több, minél gazdagabban térjél ki arról a küldetésről, és hogy aztán plattal kereskedhetsz. Szóval ez az egyik különlegesség. Na most videó szempontjából nézem, gondoljátok végig, dolgozom, van egy barátnőm, élem kell az életemet, és szeretném is élni az életemet, nem feltétlenül mindig a gép előtt, és ezután még minimum egy órát szálljak rá az életemből, ahhoz, hogy egy 10 perces gameplayt megcsináljak, továbbá ehhez egy kommentárt, plusz a renderelési idő, plusz esetleg egy másik videó arra a hétre, és nagyjából egy héten nekem egyszer van időm játszani. Egyes más videósoknak természetesen, mint ez lett, vagy vár a munkájuk, 24 per 7 ott tudnak ülni a számítógép előtt, és megalkotni azt a bizonyos minimum egy órás videót, egy aféle bizonyítéként szolgálva, hogy a bildjük az működik. Azt mondom, hogy egy óra környékén warframe már elkezdődik valami, ez is attól függ, hogy melyik pályán vagy, de egy óra környékén mondani már mert elkezdenek sebezni a mobok, annyira, hogy már oda kelljen figyelj e, egy kicsit a játékra is. Ez is természetesen, melyik vórsémmel mész. Na, szóval, ebből a szempontból nézve, Steve-et nem értem, hogy miért mérges. Megalkották a simulacrom ezáltal a matek-mániásoknak adva valamit. Értitek, amit mondok? Szóval nem mindenki akar elmenni egy óráig, de szeret számolgatni, című történet. Néha én magam is ilyen vagyok, de néha a több időt töltök el számogatással a szimulakrumban, mint hogy elmennék egy óráig és kipróbálnám. De hogyha gondoljátok, hogyha, hogyha rossz a számolásom, és, és nem azt a damage adja ki, akkor egy órát vesztegettem el az életemből, így aztán a szimulakrumban gyorsan váltogathatom, fordítgathatom a modokat, ahhoz, hogy megtaláljam az optimális beállítást, és akkor utána el lehet menni. Uh, játszani, most ehhez leginkább ugye a több éves tapasztalatomat uh, használom fel, uh, amit a játékban szereztem, mert régen, nagyon régen nem volt szimulakrom, így aztán menni kellett órákig, és órákig így a játék adott egy alapot nekem, egy tapasztalatot nekem, amivel uh, kiegyenlíthetem azt a hiányosságot, hogy nem megyek egy óra fölé folyton minden videó kedvéért. Na most a hátránya ennek az egésznek, hogy rengeteg új mód jött be azóta, és azokról a modokról most már hajlamos vagyok mert meg kurva sok van benne, és több is, mint nem. Úgyhogy Steve-et egy bizonyos szempontból megértem, de nem értek vele egyet, mert azzal, hogy ilyenné alakult a játékuk, az, az, ő hibájuk, az, hogy elvették az endgame faktort a játékból, az megint csak az ő hibájuk. Természetes, hogy senki nem akar elmenni egy vagy két óra egy videó kedvéért, csak azért, hogy megmutassa, hogy a billje, a bélje működik. Elmennék bármikor egy vagy két óra, három óra kedvéért a Warframe-ben, akkor, hogyha lenne amiért, hogyha értelme volna, hogy odáig elmenjek, mert akkor úgy vannék vele, hogy a befektetett energiát, vagyis a befektetett idő, az nem vészel, mert legalább valami jutalmat is kiszedhetek esetleg abból a játékból, közben meg lenne a 10 perces videóm, és megmutathatnám esetlegesen, hogy működik-e a build. De mivel, hogy ezek nincsenek már meg ebbe a játékba, és ez nem a videósoknak a hibája, így aztán Uh, azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból a régi Warframe sokkal jobb volt, mert a videósok meg tudták mutatni a játéknak a teljességét. A következő különlegesség, ami ami különlegessé tette a warframe a régi és a mostanihoz képest, az a kevesebb a Warframe volt, és a specifikus szerepekkel ellátott warframe voltak. Tehát a Trinity volt a healerünk, endgame-re Oberon kevésbé tudott híleni olyan jól, mint most. A Necros volt a farmolónk, endgame-re, akkor a vóban volt a crowd control, a meg volt a crowd control, a meg volt a bolygópusztító, hogyha korpus ellen mentünk, a Loki crowd control, vagy meg láthatatlanság, DPS, valami ilyesmi. Kevés, kevés volt a karakter, így aztán amikor terveztél játszani, akkor csapatokat terveztél, szinergit terveztél a képességek között, és szinergit terveztél a fegyverek között, lehetőleg minden is fajtát vigyél el. Azóta is nagyon változott a Warframe trükke, legyen nálad minden is fajta, és alapvetően boldog vajszal. És kevesebb volt a Warframe, ugye 11 Warframe-ről indultunk. Amikor én visszacsatlakoztam a warframe akkor még csak 12 Warframe volt, valami ilyesmi. De mindegyik Warframe-nek megvolt a maga szerepe, értitek? Egyediek voltak abban, amit csináltak. És emiatt össze kellett dolgozniuk a csapatoknak és amiatt, hogy egyes országok specifikus szerepe voltak ellátva, tehát mit Tiniti az egy healer volt, és mondjuk szólózni kellett, akkor, akkor jelentősen megváltoztak a modolási technikák a csapatra és szólóra. De most már például van egy olyan Warframe, mint a Wisp, Crowd Control, Heal, Buffok, -ok, meg van neki adva. Mire van még szükséged? Érted, amit mondok? Tehát ö, ebben a játékban, érted? Három az egyben ö, karakter buffokat ad, crowd control-t ad, ö, és még héleli magát, és a csapatot is. És... A, az ilyen karakterek megjelenés, mint a Wisp, amit amúgy nagyon szeretek, és egy OP hez karakter, és nagyon kényelmes, ugye már az ilyen karakterek megjelenése, mint a Wisp, uh, történik az, hogy a Warframe elveszít az egyediségéből, abból az egyediségből, ami, amit régen úgy hívtuk, hogy Synergy félreértés nehézség, most is létezik Synergy, és level 10 ig másképp nem lehet elmenni csak synergy még mindig a Warframe-be, de visszatérve az előző okfejtésemre nem feltétlenül érdemes odáig elmenni. Szóval a synergy az nagyon fontos, de viszont az ezen karakterek megjelenése könnyűvé tette a modolást, mert hogy tudod, hogy hílel, tudod, hogy crowd control, tudod, hogy buff, mindenre ráerősítesz és boldogság van, és, és egyszerűvé tették ezeket a dolgokat. Minden karakter damage a mostanában, minden karakter crowd control, és minden karakter valamit buffol, vagy híleli magát és társait, szóval mindegyikben benne vannak ezek a képességek, míg régen nem volt mindegyikben benne ez a képesség, vagy esetleg egy Árkénnel, illetve augment modokkal tudtál elérni bizonyos extrákat, amivé, amivel változatosabbá váltak azok a karakterek, például ugye a Hydroid Pilfering Swarmja, vagy a Necrosnál az Energy Conversion. Szóval ritkábbak voltak azok a modok, amelyek egyes karaktereket át tudtak változtatni valami egyedi eh, szerepé eh, szerepet tudtak adni nekik. Vagy például a, a, Rhino Vanguard helmet, ami a Rhino-nak sebességet adott, lecsökkentette az erejét, de sebességet adott, és régen a Loki volt a leggyorsabb karakter, de a Rhino a Vanguard helmettel, Arkane vanguard túl tudta lépni sebességben a loki szal és régen a Loki volt a leggyorsabb karakter. Hol a Loki most? Értitek, ahol mondnak? Amit mondok is. És, és egy ilyen némi komplexitást adott a tehetők. Nem mondom, hogy über nehéz volt, kevesebb is volt a mod, nem léteztek a set modok, ugyebár, és ezek most vál build változatosságot adnak, például a set modok, de nem érzem azt, hogy kiváltanák az, az izga, kivált, azt az izgalmat, amit régen uh, váltott ki a csapat és a bildelés, és az, hogy a egyes warframe hogyan uh, lépett túl a hiányosságait, értitek? Tehát hogyan uh, tudod azt megoldani, hogy, hogy, hogy ennek a warframe -nek nincs kártkontrollja, de DPS-e van, és uh, jó összecsúklik, de van DPS-e. Hogyan küszöbölött ki uh, a gyengeségét a warframe és ez jelentette az erősségét annak a bélnek. A következő dolog, és ezt az is, az, is, az is le is írt, és én is egyetértek vele, amikor kérte, hogy beszéljek erről a videóról, az a Survivor-nek a nörfje. Mert a Survivor ám kapott egy nörföt, sokan nem emlékeztek, vagy nem is vettétek észre, de biztosan akik azóta játszanak már, azok tudják, hogy a Survivor, mint játékstílus, és akkoriban a legnépszerűbb játékstílus, Kapott egy nörfőt, és elérték azt ezzel a nörfel, hogy a mobok már ne szponoljanak olyan mennyiségben. Na most mit jelentett ez a régi és az új worsenben? Az újja sose fogják megtudni, de régen sokkal több mob jött, és sokkal nagyobb crowd control kellett véghez vinni, tehát egyszerűen csorgott be a mob, eh, hogy értetik, mint ad. és ez lehetővé tette a kempelést, hogy behúzódunk egy szobába, és jönnek a mobob, mobob, mobok, és öljük őket, című játék stílust, és higgyétek el, hogy nem volt az olyan rossz mint aminek hangzik. És biztosan sokan leírjátok a kommentben, hogy igen, de ez milyen játékstílus, hogy mit tudsz elérni. Amíg nem volt olyan szituációban, hogy nem tudod, hogy mennyire hatékony az egy szobában való kempelés, crowd control és ott való damage kiosztás, és mennyire izgalmasá tudja tenni a még 5 perc tovább című játékot. Na most annyiban nörfölték a hogy hogyha leállsz egy helyben hosszabb ideig, az ott az első nörf, ha leállsz egy helyben hosszabb ideig, akkor már megállnak a moda. Mobok, tehát nem kerülnek alert módban, nem jönnek feléd. Így aztán leállni és kempelni nem tudtál legalább max. 2 óra fölött, amikor már nem tudtad olyan gyorsan ölni a mobokat, és már respawnolt a következő hullám, és a többi, és a többi, tudtak feléd jönni. Na most az, hogy régen ez nem volt, ez elképesztően jóvá tette a játékot, mert hegyén hátán jöttek a mobok, és gyorsan kellett reagálni, nem állhattál meg egy helyben ugráltál, szóval azt csináltuk az hogy egy óráig mindenki össze-vissza szólózgatott ott, ahova, ahova, kellett, ott el volt mindenki, és egy óránál tudtuk mindannyian, hogy melyik az a terület, amit be fogunk védeni, mert egy óránál már veszélyesé vált a Warframe régen kb. és akkor egy órától ameddig bírtuk kinek milyen volt az összeállítása, ameddig bírtuk, addig e, tudtunk menni és csinálni, úgy, hogy behúzottunk egy szobába, vagy különböző trükkökkel megoldottuk. Az egyik leg kedveltebb trükköm az, az volt, amikor egy nekrosz hatalmas területtel egy meg és egy loki intézte a dolgokat ezzel kapcsolatban, szóval a, a meg az felrobbantotta a bolygót, a, a, ugye annak az elemének egy volt, a Necrosin, de ezt kiformolta, a Loki pedig befejezte azt, amit a meg nem tudott, és ez minden pályán működött, kivéve a teljes mértékben Grinier pályákon, például az ott az egyik kedvenc uh, trükköm, és, és, ez hol van? Ez most már, most már, nem létezik, most talán még opév lenne, tekintve azt, hogy a meg az armort is elviszi, de a shieldet azt már nem robbantja fel, szóval szerencsétlen Loki ott ellenne uh, magának, de egy érdekes csapatkombináció jó, hogyha, um, hogyha erről van szó. A következő ilyen dolog, ami hát, jelentősen átért a mostani Wars-től, az az exkluzivitás volt. Mindenki utált talán az exkluz exkluzivitást. Nem tudom, hogy szerencsém volt, hogy elég korán kezdtem a Warframe-et, vagy, vagy éppen nem, mert én is sok mindenről lemaradtam. Például én uh, sok Arkane Helmetről maradtam le, amikor újra kezdtem a Warframe-et, nagyjából egy év kihagyás után, és, és ez azért... Egy, azoknak, akiknek megvolt, ez egy, hogy is mondjam, egy büszkeséget adott. Ők ennyivel extrák, az ő akontjuk ennyivel extra, és tudjátok, ez nem is volt baj. Később beszereztem az árkéhelmeteket, megvásároltam őket, szépen lassan, rájövve, hogy aztán egy-kettő annyira nem is hasznos, mint ami, de a lényeg az, hogy megvoltak, és ettől én gizda voltam, érted, amit mondok. Szóval, a, az exkluzivitás, az az egy-két mod, az az egy-két tárgy, az az egy-két skin, az az egy-két dolog megvolt a Warframe-ben, ami másoknak nem volt meg. Ez adta az én accountomnak a különlegességét. Természetesen Digital extreme a, eh, hogy is mondjam, a tulajdonsága, vagy sajátossága, vagy ők üzemelni szeretnék, időről időre visszahozzák azt, amire, ami, amit hiányol a közösség, és ez így van rendben. De addig az egy vagy két évig elképesztő összegekkel lehetett kereskedni ezeken a tárgyakon, vagy megtartani, és ettől egy némi különlegességet érezni az accountod irán, iránt, és, és tudni, hogy ennyivel te többet tettél a játékért, ennyivel te többet tettél azért, hogy jól érezd magad a játékba, és ez most arra teljes mértékben megszűnt, olyan alacsonyra tették a követelményt mindennek, hogy mindenkinek minden, hogy nagyon könnyen elérhető, sőt a legtöbb kontent már arra van tervezve, hogy a legalacsonyabb master rankkal rendelkező játékosok is elérhessék egy nagyon rövid időn belül, és úgy gondolom, hogy ez nem fair, mert ez megint csak elveszi a játékból való kihívást. Az, egy, az, az egyetlen kihívás, amit most nem, nem, is kíves, de érdekesség, amit véltem most felfedezni a játékban, most 2020-ban, az az új damage um, rendszer, és ez lekötött most a játékban, egy új damage rendszer van, és ezzel lehet játszadozni, és ezzel töltöm az időt a warframe hogy ezzel játszadozom az új damage rendszerre, és fedezem fel egyenként a fegyvereket, hogy jaj, de jó, és jaj, de izgalmas lett, vagy éppen jaj, de szar lett, és ez valamitől nagyon-nagyon jó játék, uh, hogy őszintén, de ez, ez, ez a, I igaz izgalom, a régi fegyverem, amit eddig OP voltak, azon sem nem OP, és hogyan tehetném újra OP-vel e esetleg. Az egyik különlegesség, ami például nekem nem volt meg, de büszke voltam rá, és ez úgy volt rendben, az az Excalibur Prime. És az Excalibur Prime-ot soha nem fogják egyesek megszerezni, mert csak az, az csak foundereknek volt, akik támogatták akkoriban a játékot, és, és kaptak ér egy Excalibur Prime-ot. Semmi extra nincs az Excalibur Prime-ban, semmi extra nincs az Excalibur Prime-on, de megvolt valaki. Van, van, akiknek megvan az Excalibur Prime, és ettől különleges az akkondjuk díj. Mit csinált Umbra? Ö, Wood. És valamilyen szinten úgy érzem, hogy megalázták az Excalibur Prime-ot. Szóval behozták az umbrát, és az Excalibur Prime elveszítette az értékét. Nem kellett volna egy umbrát hozzanak. Adtak volna valami augment modot, vagy valamit, amitől ez sima Excalibur lesz, válik umbra képességekké, vagy alakították volna át a sima Excaliburt umbrává. Vagyis nem umbrává, nem kinézetre, hanem tulajdonságra. Értitek? És az Umbra Excalibur fölülmúlja a Sima Excalibur és a Prime Excalibur is, um, valamilyen szinten. És szerintem ez így ilyen arconköpés volt a fandereknek, és a különlegességét az ő accountjuknak Helvették, um, jó? Azt a különlegességet nem, hogy a fandereknek van némi beleszólása um, a játékba, vagy legalábbis vélemény meghallgatásra kapnak. A következő, ami régen nem volt, és nagyon jó volt, így az, a rivenek megjelenése. A rivenek megjelenése teljes mértékben felborította a játéknak a damage háztartását, hogy, hogy, így mondjam, elméletileg arra szánták őket, hogy azon fegyverek, amelyek gyengék, felerősödjenek, de akkor csak azokra a fegyverekre kellett volna hozni rivent, amelyek gyengék, hogy felerősödjenek. Ezáltal minden fegyverre hoztak rivent, és felborítva az egyensúlyos az erős fegyvereket még erősebbé téve. Ez, ez egy hihetetlenül hülye lépés volt, azt hiszem a Digital Extreme számára, mert minden fegyverbe, amibe bele, amit beleraksz egy rivent, még a legszarabba is, ha jól kimodolod, az potenciálisan endgame fegyverré válik. Kinek készültek a rivének? Igen, egy hatalmas piac van mögötte, kurvosok platot tudsz velük keresni, ez, ez, ez az egyetlen jó oldala a rivéneknek, amit látok, de minden Erőfeszítésedből kiveszi az erőfeszítést. Minden erőfeszítésedből kiveszi az élvezetet van egy gyenge fegyverem, már ott kilódok vele egy óráig, hogy így vagy úgy forgassam, melyik enem ellen lesz jó, hogy használjam, mikor használjam. érted? régen ilyen volt a Warframe-ben. Ez a fegyver, ez az enem ellen lesz jó, ilyen buffokkal és ilyen erősséggel és ezzel a modszettel lesz a jó, ezen ellenfelek ellen. A másik fegyver Amazon ellenfelek ellen, a harmadik fegyver Amazon ellenfelek ellen. És most így szereztem a Riven mindenki ellen jó, mindegy, hogy meddig. És, és ezt tették a Rivenek a játék. Um, szerintem ez nem volt egy jó lépés. Nem, én is nagyon örülök, ha van egy jó rivenem. Például most szereztem egy jó um, szereztem egy jó Mevon Zorrivent, és, iszonyatosan OP, és nem is lett lenőrfölve hála az égnek a mostani update-ban, és iszonyatosan OP, és milliós damage vele, és elképesztően jó érzés ekkor ákat damage -elni. de viszont ez, ez, azt jelentette, hogy azt az, az, a fegyver mindenhova, mindenki ellen teljesen jó. Értitek, amit mondok? És régen ez nem volt. Régen ez nem volt. Régen, vo Régen lehet, hogy volt stand egy standard modolás volt sok fegyverre, és ezt biztosan sokan felhozzátok majd, hogy standard modolás volt sok fegyverre. Viszont a standard modolás sok fegyvere nem működött ugyanazon ellenfelek ellen. Értek, amit mondok? Tehát ugyanazt a modolást ráraktad egy tigrisre, vagy ráraktad egy vékor hekre, nem feltétlenül ugyanazon ellenfelek ellen használtad a fegyver tulajdonságai miatt, Tigris, két golyó, vékorheg, hát négy vagy hat golyó, valami ilyesmi, hat golyó talán. És ezáltal más ö, nyújtott ö, a, 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 két fegyver. Értitek, amit mondok? Például ott a, a a Torid és a Soma Prime például, és a Torid, ugye, aki egyáltalán, ha még játszanak az emberek a Toriddal, régen ez egyik legópép fegyver volt, főleg egy uh, mirázsnak a kezébe, és a Torid az egy olyan fegyver, ami ugye mérgező ilyen gumókat lő ki, mondhatjuk így, és egy ilyen AOE-ban, területen képes volt mérgezni, ezzel ellentétben a Soma Prime egy kolyószóró fegyver volt, és persze felhozható a legkönnyebb uh, játékban, de az volt a lényeg és a erősség, a különbség a a kettő között, hogy megfontolt a hasznátot különböző enemik ellen és játék stílusokban a különböző helyekre használtad ezt a fegyvereket. Függően, hogy engém felé akarsz menni, mert régen a Soma az egy engém fegyver volt, és hogy kinek, mi, kinél mi volt, vagy ha a kettő együtt kellett, mert mondjuk a nullik ellen megvéded magad, a, a torid a, a, munkát. És a lényeg az volt, hogy hiába volt ugyanaz a modolás, akkor sem vihetted ugyanazokra a játékmódokra. Értitek? Sablon volt a módonás, de nem vietted ugyanazokra a játékmódokra. A Rivennel viszont, most mind a kettőben van egy Riven, mindegy, hogy mit, hova viszek. És ez nem, ez szerintem nem pálya, ez nem poén. Ez a Riven lehetővé tette a Toridomba is, és a Soma prime is, hogy mindenhol jók legyenek. És mindenhol erős legyen, és mindenhol kielégítő teljesítmény nyújtsanak a fegyverek. És ez, 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 ez annyira nem móka, ezt vette el. Ezt, ezt vette el a rivenek. Ezt vették el a rivenek. Vagy hogyha például, ugye volt egy szoma prime-od, és tudtad, hogy nem arra az adott küldetése van, de volt egy olyan vorséved, amivel kompenzáltad a szoma prime-nak a gyengeségét, tegyük fel, öm, egy szarinnal voltál, és akkor ugye valamilyen szinte kiküböző, kiküszöbölted a toridnak a hiányosságát, mert a szarinnal le crowd control az demig, azt az adott illetőt, szóval a prime pedig befejezted, a szóval kombinálni kellett. Hiába volt standard modolás, attól még öm, nem ugyanazok az ellenfelek ellen kellett használni. Most van egy rivened, mindenki ellen viszed. Most elismerem, nagyon sokkal több változatosság van a bildekben, viszont nincs értelmük. Értitek? Tehát most, most a fegyverekben változtathatsz, a kardokban is némi változtathatsz. Legalább háromfajta sablon van a réghez képest a, kardokban most már, és, és de, de nincs értelme ma már nincs értelme. Azért, mert olyan sok warframe van, olyan kategóriákkal, olyan képességekkel, ami a fegyvereknek kicsit elveszi az értelmét, a rivenek elveszik az értelmét. Szóval végre megcsináltak változatos modolást mind warframe-ekre, mind fegyverekre, ugye warframe-ekre a set modokkal és kombinációkkal, a, 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 a kardokra az új demis modellel, a fegyverekre az új demis modellel, ugye a lövős fegyverekre, és, és végre mindezeket megcsinálták, amire odáig elért a játék, hogy nincs értelme. Most lenne az igazán izgalmas a modolás, mert végre nem az a modolás van, de minek? <laughs> És egy kicsit egy, egy ilyen érte saját farkába harap a kígyó című történet uh, van ezzel kapcsolatban a warframe most, és, és, ettől függetlenül, és, ha elértél idáig, most már a Vigo véde, vé, vége felé jó hosszúra sikeredett, azt kell mondjam, hogy ettől függetlenül, és ezt már sok videóban elmondtam, ha te most kezdted el a Warframe-et, ezeket sosem fogod már megtapasztalni, neked ilyen lesz a játék normális, mint amilyen, és, ezt fogod látni a, külön, a legtöbb youtubertől ezt fogod látni, hogy a simulacrumban, meg fashion frame, meg ilyesmi. Egy-két nagyon kevés olyan youtubus van, aki még most is a, az endgame-nek az élvezetét uh, tapossa, hogy elmennek nagyon hosszú óráig, csak azért, hogy megmutassák, hogy ezek a bildek működnek, le a kalappal előttük, a türelmük előtt uh, mindenképpen, és és hát, hát, ja, itt nektek ez lesz a normális azok, akik most kezdték, és ez, ez így jó, mert a Warsham nagyon sokat képes nyújtani, most nagyon sok órát képes nyújtani, azon játékosnak, akik felfedezik a módját és az útjukat benne. Én például elkezdtem a ps 4 en játszani egy kis Warframe-et, és mármint úgy kezdtem el, hogy teljesen új akkontot és, és, leesett, hogy azt a kurva, hova kell még elérjek. Tehát én elkezdtem egy újra, hogy csak szórakozásból, hogy elolvás előtt, hogy egy-kettőt ugrálgassak és így, és így, a, 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 jó sok mindent nem tudok még 4 en szóval, hogy kell kereskedni, bla, bla mik a szokások, mit tudom én, és így, és így ülök a féljesni, és meg ez is kéne, az is kéne, ide kéne menni, úristen, és így belegondolok, hogy mennyi órát belőltem már a Warframe-be, és ez milyen eredményeket ért el, és, és most, hogy mennyit változott a réhez képest, hogy mennyivel több lett anyagban, tartalomban, így azt hiszem, hogy vakarom a fejem, hogy mikor érek kell bármikor is arra szintre, ahol jelenleg tartok. Úgyhogy azok, akik most kezdik, sok sikert és sok-sok órát a warframe mert nem fogjátok szerintem megbánni, mert sok-sok tartalmat fog adni, amit aztán később érezni fogtok, hogy nem, nem érezni, hanem nem igazán fogjátok érteni, hogy miért csináltátok mindezt, de valószínűleg azért, mert még egy kíváncsiság volt a következő fal mögött, hogy vajon mi van, vajon mi van, vajon mi van, aztán elképesztően OP-k lesztek, vagyis sokan elképesztően op lesznek, és sokan csak azt hiszik, hogy elképesztően op lesznek, mert mindig van a borsémnek egy következő szintje az OP-ságra, ezt, ezt el, el, el tudom mondani, de sokan el sem jutnak odáig, hogy kipróbálják, hogy Valójában mennyire lesznek ópék ebben a játékban. Sokan gyorsan észreveszik, hogy nincs rá szükség, hogy ez megtörténjen, és sokan ö, csak a puszta kíváncsiság és, és esetlegesen élvezetből fognak elmenni, vagy maximalitásból, mert hogy maximalisták fognak elmenni esetleg addig. Hogy a legjobbból a legjobbat szerezzék be ebben a játékban. És hogyha nem is szerzett be a legjobbból a legjobbat, még mindig teljes mértékben jó vagy ebben a játékban. És a játékban mostanra már olyan sok mindent elrejt a szem elől, most már nem egy annyira komplex. És sok tartalmú MMORPG lehet, hogy sok mindent elrejt a játékos szem elől, amit még a játékos egy vagy két éves játékidő alatt sem biztos, hogy felfedez, kivéve hogyha kifejezetten utána nyomoz a dolgoknak. Szóval egy kicsit most már olyan, mint a Black Desert Online. Annyira sok a játékos, hogy sem fogsz a végére érni. Most már csak egy dolgot, egyetlen egy dolgot szeretnék Steve-nek üzenni, hozzanak vissza Endgame-et azért, hogy a videósok megmutathassák a játékot teljességében. A milyen és amitől szép a Warframe, vagy szép volt a Warframe egyeseknek, ezt kell visszahozni, és akkor nem kell panaszkodni arra, hogy a videósok nem mutatják be a játékot teljességében. Ha, adj valamit nekik, ahol bemutathatják a skilljüket, adj valamit nekik, ahol bemutathatják a tehetségüket, adj valamit, ahol megmutathatják, hogy, hogy mitől különleges a Warframe, ők mitől különlegesek, miért lettek videósok, mit élveznek a Warframe-be, és miért annyira jó a Warframe, mert most ez nincs Warframe-ben, kedve Steve, úgyhogy ja, ennyi, ennyi lett volna, úristen, 34 perc, 35 perces videós, srácok, én nagyon köszönöm a figyelmet, hashtag macska, úgy, eljutottál a végére, hogy tudjam, hogy olyan őrült voltál, hogy végighallgattál itt velem egy fél óra beszélgetést a Warframe-ről, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!